ezen az ünnepi napon. Egyrészt azért, mert ma van a Magyar Kultúra napja, másrészt azért, mert mindig nagy ünnep, amikor megjelenik ez egy könyvünk. Az Olvasóklubban sorozatnak újabb kötete jelent meg. Ebben a sorozatban színházakban már bemutatott, játszott mai magyar színdarabokat adunk közre. Ez a sorozatnak a hatodik kötete, bocsánat. És azért különleges ez a kötet, mert először történt meg a sorozat életében, hogy valójában nem eredeti darabokat, hanem adaptációkat adott közre, méghozzá olyan darabokat, amelyek Tar Sándornak állítanak emléket, vagy Tar Sándor műveit teszik újból élővé és elevenné. Színpadra adaptált Tar Sándor művekről van szó. Az Olvasópróba a könyvbemutatójának mindig volt egy olyan szándék, hogy összehozza az antológiában szereplő szerzőket. Ez egyszer majdnem sikerült, amikor a Családtörténetek című antológiát mutattuk be, ahol az öt szerzőből négyen szerepeltek. Most ebben a kötetben négy szerző szerepel, a négy szerzőből három szerepelt a meghívón. Hajdú Szabolcs a gyenge pont, aki a Családtörténetek bemutatójára sem tudott eljönni, és most is forgat, ezért nem tud eljönni. Neki is van egy darabja, pontosabban egy filmforgatókönyve a kötetben. Ez a Csóka alapján készült, és egy meg nem valósult filmnek állít emléket. Azért gondoltuk, hogy érdekes lenne ezt is közölni a kötetben, mert hogy a kötet első darabjában a Te Országod című Keresztúri Tibor által írt szövegben is szerepel a Csókának egy tulajdonképpen egy feldolgozása, és azt is szerettük volna megmutatni, hogy valójában Tar Sándorhoz egészen másképpen lehet közelíteni. Erre például ez egy jó példa, vagy az is egy nagyon jó példa, hogy ebben a kötetben szerepel Mikó Csabának egy feldolgozása, átdolgozása. Mikó Csaba az utolsó pillanatban mondta le sajnálattal a mostani részvételt ezen a könyvbemutatón. A Szürke Galambnak készítette egy remek adaptációját, amit a stúdiókában játszanak, és ugyanennek a regénynek, minek nevezzük, regénynek kellene nevezni. Egy másik adaptációja pedig most is látható a kamerában, azt Németh Gábor írta. Az semmiképpen nem fért volna be se terjedelmi, se időbeli okok miatt ebbe a kötetben. Egyébként ti ismeritek egymást, tehát, vagy ez az antológiahoz összebennetek? Találkoztunk. Ja, bemutatom a vendégeinket. Én egyébként is. Ja, bocsánat. Bemutatkozás. Legyen a sorra. Hát akkor mutatkozunk. Köszönöm szépen. Személyesen egyszer vagy kétszer találkoztunk, látásból ismertük egymást, szerintem ez a korrekt. Keresztül Tibor Mészáros, Tibor, a Tibor összeköt minket. Igen, és hát az is összeköt, hogy mind a ketten Tar Sándor anyaghoz nyúltatok. Egyébként Keresztúri Tiborról tudom, hogy jól ismerte Tar Sándort, és az egyik utolsó interjút is, azt hiszem a Magyar Narancsban, ugye a Magyar Narancsban ő készített ez a nagyon, hát hogy mondjam, nagyon izgalmas, szívszorító olvasmány ez az interjú. Tehát te személyesen ismerted, és tulajdonképpen követted is a pályáját. Te ismerted Tar Sándort személyesen? Bár egy időben ugye debreceni voltál. Igen, debreceni voltam, de én nem találkoztam vele, én azután kerültem Debrecenbe, miután ő elhunyt, és egyébként egy debreceni kollégámnak köszönhető, hogy igazán rávilágította a Sándorra egy kötet által, ami aztán tulajdonképpen nagyon furcsa, hogy annyira beszippantott, hogy ez a Mi utcánk volt, ami maga is lette az előadást, és ami aztán később megszületett belőle. Ugye az említett interjú is úgy készült, hogy én viszont a Sándornak az utolsó éveit egészen közelről követtem végig. Tehát Debrecenben értem akkor, és az Alföld című folyóirat szerkesztője voltam 20 éven át, és jó barátságban voltunk. És hát drámai volt azt megélni, amikor a úgymond lelepleződése után mindenki elfordult tőle. Tehát korunk egyik legnagyobb bírója, mert nekem meggyőződésem, hogy az, és a legnagyobb kortárs novellista, az a Tesco-ba járt maradékot ebédelni, mert
nem álltak vele szóba se a kiadók, se a lapok, se a barátai, és akkor a ott hagyott maradék ételeket ette az utolsó éveiben, és tényleg mindenki elfordult tőle, egész kevesen maradtunk a közelébe. Ugye hát több öngyilkossági kísérlete volt, aztán végül is a pszichiátriára hazajárt állandóan kive. És hát így ez egy súlyos történet, ugye annyit még bevezetésképpen, hogy a 90-es évek volt neki a nagy kultusza, akkor szinte kultusza volt, mondhatjuk Magyarországon a könyveinek, meg hát neki is. És onnan zuhant a mélybe emberileg, és hát azt kell mondjam, hogy mélyen megbűvődött a Pesugói szerepéért, tehát hogy nem volt egyáltalán könnyű élete onnantól kezdve. Amit mondtasz ezzel kapcsolatban, két kérdés jut rögtön eszembe. Nagyon határozottan kijelentetted, hogy Tóth Sándort nagyírónak tartod. Ez egy közmegegyezés a magyar szellemi életben, vagy ezért harcolni, vagy ezért vitatkozni kell? Nagyon érdekes kérdés, hogy megváltozott a Sándornak a megítélése a ügynök múltjának a napfényre kerülése után, amit én mélyen igazságtalannak tartok, hiszen tele van a világirodalom, meg a magyar irodalom is jellemtelen fráterekkel. És én azt gondolom a Tar esetében épp úgy, mint Balassi Bálint vagy Adi, ugye szintén nem volt a morálnak a megtestesítője, vagy Guillaume, vagy Rembo, vagy sorolhatnám a neveket, semmit nem rontott a műveinek az értékén. Tehát azt mondod, hogy az emberi és az írói nagyságot tulajdonképpen érdemes szétválasztani? Én azt gondolom, hogy sőt, határozottan azt mondom, hogy érdemes ketté választani. Ugyanolyan jó író az én szememben Tóth Sándor attól, hogy aljasságokat követett el. 78-78-ban szervezték be, és 87-ig adott jelentéseket. És hát sajnos úgynevezett komoly jelentéseket, tehát tehát nem is más volt el, mint annyian. És azt gondolom, hogy én emberi gyengesége, amiről hát sokat tudnék beszélni, hogy mivel zsarolták, hogy zsarolták, tehát itt van egy csomó rejtély, egy csomó tény is, csak egy-két dolog, hogy már 56-os forradalom után az utcán kimentek kollégistaként, és utána elrejtettek egy-két fegyvert, és ahol is megzsarolták fegyverrejtegetésért, aztán egy ilyen homoszexualitási vált volt ellene sokáig érvénybe, hogy úgy mondjam, aztán megtalálták a bátyját, aki rendőr volt egy vasúti sínen keresztbe, de aztán kiderült, hogy oda tették, tehát nem a vonat ütötte, hanem oda vitték, és akkor ott is van egy nagy rejtély, és ebben a három dologgal tartották őt sakban tulajdonképpen folyamatosan. Igen, és hát nehéz volt benne tartani a lelket, mert ő is borzasztóan megbűvődött érte, és nagyon szégyelte magát. És hát a sajnálatos módon a szakma is ejtette, azt gondolom, hogy a 1999-es leleplezőzése után, tehát egyáltalán nem álltak ki mellette a írótársak, a kiadója se, senki, tehát az irodalmi közeg, a szakma, aki a 90-es években a csillagos égbe emelte teljes joggal, a kritikával, mindenbe, az elfordult tőle, és ezt én milyen igazságtalannak gondolom, mert az tényleg az a véleményem, hogy nem lett attól kisebb író. Azt gondolom, hogy az ő munkássága révén vagy nélkül nem lehet megérteni a 70-es, 80-as évek Magyarországát. Hát az úgynevezett létező szocializmusnak a működését, az emberi nyomorúság a kis ember szempontjából ő írta meg a leghitelesebben a magyar irodalom története, és ez maradandó abszolút. Igen, hadd mondjam el ezt a furcsa benyomásomat, mert teljesen véletlenül, amikor egészen más miatt kezdtem keresni a régi újságok között, akkor tulajdonképpen
1981-ben jelent meg a 67-14-es személyi vonat című elbeszélés kötete, ez volt a Tarsándor első kötet, és véletlenül találtam több korabeli kritikát, és meglepődve láttam azt, hogy elismerőek voltak ezek a kritikák, aztán utána természetesen a korabeli kiadói politikának megfelelően most hirtelen... 89-ben jelent meg. Igen, hogy az egész 80-as években, miközben volt egy jó indulás és egy jól fogadott indulás, utána nem jelent meg nagyon sokáig könyve. Tehát, hogy hirtelen nekem az volt a benyomásom, hogy miről volt itt szó. A 80-as évek egyik fontos jelenségéről repedés a rendszeren. Tehát, hogy egy olyan fajta munkás ábrázolás jelent meg, ugye, ami vitatkozik azzal a munkásképpel, ami a létező szocializmus ideológiai alapja volt. Tehát, hogy másképpen látotta a munkásságot, a munkásosztályt, mint ahogy a Kádár rendszer ezt látni kívánta volt. Tehát ilyen értelemben tulajdonképpen egy forradalmi terv volt ennek a novellás kötetnek a megjelenése. És ez valószínűleg irodalmilag értékelhető volt, hiszen azok a kritikák, amiket én találtam, azok elismerőek voltak, ugyanakkor a kultúrpolitika számára nem volt értékelhető és nem volt támogatandó egészen a rendszerváltásig, ezért is jelentetett az, hogy a 90-es évek az ő fénykora. Ezt csak zárójelben mondtam, mert a második kérdésem meg az volt, amire nem biztos, hogy lehet válaszolni, hogy hogy van az, hogy nagyon sok emberről, aki a Kádár rendszerben miatt kiderült, hogy tulajdonképpen ilyen vagy olyan 3x3-as vagy 3x2-es ügynök volt, és Tarsándoron kívül én nem tudok mást, aki ebbe belebukott volna, vagy belepusztult volna. Neki is ez volt a fő sérelme, tehát ezt nem tudta megviselni, vagy ezt nem tudta lenyelni tulajdonképpen, hogy tulajdonképpen ő volt az egyetlen olyan ügynök, hajdani ügynök, akinek ráment erre az élete, tehát akitől elfordult mindenki, tehát ez nem volt, és ez tulajdonképpen megmagyarázhatatlan máig, hiszen ezt váltig állítom, hogyha egy külföldinek, vagy egy idegen bolygóról érkezett embernek elkérem, hogy kéne a kezébe adni valamit, valamilyen könyvet, hogy hogyan éltünk itt, meg milyen volt ez az ország a 70-es, 80-as években, 90-es években, akkor én biztos, hogy Tar Sándor és Petri Győrnek a könyveit adnám neki, és tényleg, amit ő csinált a úgynevezett novellisztikájában, az Csalók Zsolttal együtt, vagy amellett a leghitelesebb korábrázolás. Tehát nem ettől volt azért csak nagy író, hogy a kort ábrázolta, hanem attól, hogy amit mondtál az előbb, hogy a kisember az kiszolgáltatotta, megnyomorította, senki által nem megbecsült kisembernek a sorsát írta meg olyan empátiával és olyan költői erővel és drámai erővel, hogy arra nincs példa a magyar irodalomban. Tehát azt gondolom még egyszer, hogy nélküle és mondjuk Csalók Zsolt szociográfiája és Petri György versenye nélkül nem érthető meg, hogy miben éltünk az elmúlt évtizedekben. Hát tulajdonképpen úgy érzem, hogy amit most elmondtál, az valójában a te darabodnak, a te országodnak is az egyik vezérfonala volt, mert hogy ennek a darabnak az első része nagyjából azt térképezi fel Tar Sándor novellák alapján, hogy hogyan éltünk a szocializmus idején. Igen, abszolút. Úgy válogattam ki, hogy tematikusan érintkezzenek ezek a novellák, tehát a Csóka, a Te Országod, a Lassú Teher, és Mértőhatóknak kötetből a Tizipók képezik ennek az alapját, és hát néhány saját írásom is, tárcanovellám is bekerült ebbe az anyagba. De engem ez érdekelt elsősorban ebben a darabban, hogy lehet ezt egyrészt színpadra állítani, másrészt meg hogy valóban a kisembernek, a megalázottaknak a empátia, megalázottak iránti empátiának legyen ez a darabja. És hogy lettél te darabíró egyáltalán? Hát az számomra is páratlan módon olvasta a könyveimet Horváth Csaba, többek között az utolsó interjút is, amit említettél, amit halál előtt nem sokkal csináltam vele a debreceni pszichiátrián. És olvasván a könyveimet,
olyan rokonságot fedezett föl kettőnk írásai között, ami őt arra inspirálta, hogy megkérdezze, hogy nem írnék egy darabot a művei alapján. Nekem semmiféle színházi múltam, semmiféle színdarabírói múltam és gyakorlatom nem volt, és hát tulajdonképpen nincs is ezen kívül. Úgyhogy derültékből a villámcsapásként ért a felkérés, de örömmel vállaltam. És hát a fő dilemmám az volt, hogy hogy lehet ezt az alapvetően mégis realista, bár ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyiben realista íróról beszélünk, ugye, mert azért bonyolultam. Hogy lehet ezt, tudja ezt majd Horváth Csaba, akik ugye a folytatásoknak a vezetője, és az általam talán az egyik legkedveltebb, vagy legnagyobbra tartott független színházas ember, színházi ember, akit én már ismertem a darabjai révén, de személyesen nem, tehát a feltérés azért is ért váratlanul. Hogy fog ez a talféle próza nyelv összejönni a Horváth Csaba, a Forte társulatnak a radikális színházi forma nyelvével. És hát ez szerintem remekül megoldott a Csaba. Maradjunk még egy pillanatra a felkérdés pillanatánál, hogy egy olyan felkérdést kaptál, amire te korábban nem gondoltál, vagy nem, egy olyan területre hívott, ahova korábban nem akartál elmenni, hogy könnyű volt erre igent mondani, vagy nehéz volt nemet mondani? Hát mind a kettő. Könnyű volt igent mondani, mert az ember polgárcsaba kéri, akkor azért nem szívesen mond nemet. Másrészt nagyon nehéz volt, mert meg kellett tanulnom például jelenetet írni. Tehát mivel nem írtam drámát még eddig, meg kellett tanulnom a szakmát, úgy mondjam, és az szerencsére Csaba beleegyezett abba, hogy ő is úgy gondolta, hogy narrációs darab legyen. Tehát, hogy ne csak párbeszédekből álljon, hanem narrációs, ez így megkönnyítette a dolgomat. De izgalmas kihívás volt, szóval az volt az első élményem, emlékszem a felkéréshez képest, hogy hú, hát hogyha ezt meg tudom csinálni, akkor ez egy nagy dolog. Nagy dolog, tehát a kihívásnak volt inkább a legnagyobb szerepe, hogy igen mondtam. Nem tudom, Horváth Csaba korábban előtte csinált már egy előadást, tehát a Te országod című előadásról beszélünk. Előtte csinált a főiskolán egy előadást a Mi utcánk alapján, aminek a szövegkönyvét ő maga, meg Földelki Nóra, a társulat egyik vezető színésznője állította össze. Tulajdonképpen ez egy szövegkollázs, tehát hogy különböző Tars Sándor szövegek kerülnek egymás mellé. Te ismerted ezt a változatot, vagy láttad magát az előadást? Magát az előadást nem láttam, de ismertem, tehát beszéltünk Csabával sokat erről a darabról. Ő ezt azt a ódi színpados dolgot, amit mondasz, azt próbálta itt általam, vagy az én segítségemben, vagy velem együttműködve kiteljesíteni. Tehát felhasználtunk abból a darabból az alapokat. És azt se tudom, hogy szabad kezet adott, vagy beleszólt mindig, hogy mit csinál? Teljesen szabad kezet. Aha. Tehát teljesen szabad kezet. Garai Judit volt a dramaturg, vele konzultáltam. Csaba tulajdonképpen nem is szólt bele, egy kérése sem volt. A Garai Judit közvetítette az egyik egyszer egy kérését, hogy egy női alapot még írja bele, így került bele Mándi néni figurája, de mint ahogy én sem szóltam bele az ő asztalárba, úgy mondjam, színdarab elkészítésébe, rendezésébe, ő se szól bele a szövegnek a megalkotásnál. A Te országod című darabnak az egyik jellegzetesség, hogy az első része arról szólt, hogyan éltünk a 70-es, 80-as években, a második része meg arról szólt, hogy tulajdonképpen ezekkel a emberekkel, kis emberekkel, munkásokkal, nem tudom, hogy nevezzük, mi történt a rendszerváltás után, tehát tulajdonképpen Tars Sándor novellákat, történeteket felhasználva valójában egy ilyen összefüggő történetet
írtál meg. Valami olyasmit raktál össze, amit Tar Sándor soha nem rakott össze, de mozaik darabokban ott vannak a műveiben. Ezt nagyon jól látod, nagyon pontos, és tényleg így van, ugye én prózaíró vagyok, tehát történeteket tudok írni, és ezért lett ez is ilyen, hogy tulajdonképpen egy összefüggő próza lett megdramatizálva, hogy így mondjam. Tehát először úgy készültem a szöveggel el, hogy először a novellákat hangoltam össze, fűztem föl, és akkor adtam neki egy drámai karaktert, és akkor formáltam drámává tulajdonképpen. Tehát a fejemben megvolt egy ilyen történetszövés, egy epikai ív, de abszolút prózában, és a második fázisban írtam meg belőle a drámát tulajdonképpen. Ezzel tulajdonképpen azt is akarom kérdezni, hogy nem akarok nagyon pudálékos lenni, de úgy tűnik, hogy a Tar Sándor a kis formáknak volt a mestere. Viszont a 90-es években ugye elválták tőle, hogy most már írjon végre egy regényt, miközben ő alapvetően novellákban, tehát ő nem véletlenül nem rakta össze, hiszen megírhatta volna ő is azt a, idézőben mondom, regényt, amit te megírtál helyette. Miért óckodott ettől, vagy miért nem jutott el? Azért használtam az előbb, amikor a Szürke Galambról volt az idézőjelet, mert tulajdonképpen regény, de hát ez is egy darabokban írt, folytatásokban írt regény, és valójában ez érződik is benne, hogy ez is egy mozaikus regény valójában. Igen, és azt is egyébként nagy erős rábeszélésekre írta, tehát az az egyetlen műve szerintem, a legjobb tudomásom szerint, amit tulajdonképpen a szakmai közvélemény kiver belőle. Tehát ő eszébe nem jutott volna neki, hogy regényt írjon, de hát annyira nagy volt a nyomás rajta, meg annyira igazságtalan ez a magyar irodalmi kánonban, hogy a regényt helyezik a műfaji toplista, a hierarchia csúcsára, pedig hát a novella hagyományosan legalább olyan erős epikai forma. És tulajdonképpen ez az elvárás, amelyik máig él, ezért térnek át költőink sorra többek között, miatt az elvárás miatt prózaíró, Avanzsának prózaíróvá, Tóth Krisztától Rakowski Zsuzsáig, sorolhatnám a neveket. És Sándorban abszolút nem volt ilyen igény, mindig beszélgetéseinken is azt mondta, hogy ő a novella formáját érzi, addig lát el, nem lát el a nagyobb formákig. Tehát ez a Szürke Galamb, egy Szürke Galamb, ez tulajdonképpen nem belső igénye vagy belső ambíciója volt, hanem tulajdonképpen meg akart felelni a elvárásoknak, és ezért nem fűzte föl a novelláit se prózának, bár mondjuk vannak olyan terjedelmesebb novellája, mint a egyik kedvencem, a Nóra Jön című kulcs novellája, amelyik már kisregény méretű, tehát terjedelmes novella, de vannak egész rövid tömör novellája is. Hát tulajdonképpen ugye a regény és a novella között átmenetet jelent a novella ciklus, amit a mi utcánk jelenti, ahol valójában visszatérő szereplők vannak, nem tudom, hogy mennyire távol ez az asszociáció, de mint a Mikszáth Kálmánnál, a Jópalócoknál, hogy ugyanabban a faluban, vagy ugyanabban a közösségben élnek, hol itt bukkannak meg főszereplőként, mellék szereplőként. Nem biztos, hogy össze lehet rakni belőle egy történetet, de tulajdonképpen ezek az alakulók úgy, ahogy az életben is, hol középpontba kerülnek, hol a háttérben jelennek meg. Tehát ez is egy nagyon izgalmas kísérlet volt ennek a kis formának egyfajta meghaladására. Igen, és ez volt az első olyan kísérlete, ami tulajdonképpen erről szólt, amiről beszélünk. A kritika bajban is volt egyébként, hogy volt, aki regénynek nevezte, volt, aki novella füzérnek. Kicsit hasonló volt a sorsa, mint a Bodor Ádám Szinisztra körzetének. Mert ugye azt is ilyen köztes műfolyónak írták le. Igen, de abban sem az biztos, hogy a Sándornak az alkotó és szándéka nem volt az, hogy a mi utcánk például abszolút novellánként fogta föl, azt is novellás kötetként.
Sőt, bizonyos értelemben úgy emlékszem, hogy valami szociográfiai sorozatra kapott eredetileg megbízást, úgy kezdte el írni, és úgy lettek ezekből a szociográfiákból valójában novellák. Igen, abszolút így. És te hogy jutott el a Mi utcánkhoz, hogy a Mi utcánkból csinálj egy színdarabot? Ez annyira banális, hogy akár el se árulnám, hogy egyik kollégám, még a színészházban laktunk, és megláttam nála, kölcsönkértem. És egész egyszerűen annyira engem pont ez a szerkezeti fűzés, ez a nem tudnám mihez hasonlítani, novella költészet leginkább, ez jut róla eszembe, hogy egységes is, de különálló részekben is van, hogy szereplőket ahogy felemel, ahogy aztán a háttérben megjelenek, ahogy az egészet átszövi, ez az egység, független attól, hogy ezek különálló részként is önállnak, ez teljesen lenyűgözött, és csak annyit tudtam, hogy ezzel valamit szeretnék kezdeni színházban, színpadon. És hogy lett ebből előadás? Mert ugye itt többszörös váltásokról van szó, mert hogy téged addig alapvetően színészként ismertünk, és akkor itt most drámaíróként, vagy adaptálóként jelentél meg, sőt, hogy ide nekem az Oroszlán teljes egészében, még a rendezés is neked jutott. Ez alapvetően színészként végeztem a Színművészeti Egyetemen, elkerültem Debrecenben, és ott egész egyszerűen érdekel a színház minden spektrumában. Az írás része is, a rendezés része is, ezt például tudják rendezők is, nem biztos, hogy szeretik, amikor azt látják egy színészben, hogy rendezőként is ránéz egy előadásra, és azt is tudta rólam az akkori vezetés, hogy vannak ilyen ambíciói, foglalkozom írással is, és egész egyszerűen adta magát az, hogy ez legyen tulajdonképpen az első komplett darab, színházi darab, és aztán végül is rendezés is, ami kikerekedett a kezem alól, ami több lépcsőben ment végbe, mert elkezdtem foglalkozni teljesen hobbi szinten a Mi utcánkkal. Elolvastam többször, és azt éreztem, hogy belém ült, elkezdett kavarodni, és jött egy szituáció, amikor lehetőségem volt foglalkozni egy olyan közegben, ahol 16 emberrel kellett ezt megoldani, és aztán az végül is nem jött össze az a része, és mikor konkretizálódott ez a cél és célkitűzés, akkor ebből legyen egy előadás, szülessen meg, amit meg is csináltok, akkor tudtam nekiülni úgy, hogy de bevallom őszintén, nem mint író, engem ez nagyon foglalkoztatott, ezeknek az embereknek a sorsa. Az valóban nagyon érdekes, hogy Tibor is elmondott, hogy az az érdekes Tar Sándorban, hogy nagyon pontos képet fest, de nem mutogat, nem felmutatni akar, hanem láttat képeket végtelen nagy empátiával. Ezek azok a figurák, akik gyerekkoromra, ha visszatekintek, vidéki gyerek vagyok, például a Mi utcánkban ugye nagyon jellemzően, akiket gyerekként röhögünk, de amikor szembe jönnek, akkor jó napot kívánok és kezét csókolomot köszönünk, akik nagyon élő húsvér figurák, és akinek az ember tudja évek múltán, ha megemlítik, hogy na velem mi lett, mondják otthon, akkor az ember tudja, kicsit kirázza a hideg, hogy tényleg ő vele és mi történt. Szóval egész egyszerűen olyan sorsokat ír, aki zsigerből benne van az emberekben, ismerte, látta, tudja, csak nem tudta így kifogalmazni magából, ahogy Tar Sándor ezeket valóban föl tudta mutatni ezeket a figurákat. Az én színházi önzőségem az, hogy nekiültem, és én elkezdtem játszani ezekkel a figurákkal, és kicsit mindegyik az enyém volt, kicsit mindegyiket magaménak éreztem, és így alakult ki maga aztán az előadás struktúrája. Igen, mert a kötetből ezt a két darabot, a Te országodat és az Istentől falra festeni, ez lett végül is a Mi utcánkból készült darabnak a címe, tulajdonképpen kontrasztba lehetne állítani, mert a Te országod egy Tar Sándorhoz nagyon hűséges szöveg, még azok a szöveg is olyan Tar Sándorosak, amelyek tőled való, tehát akár ő is találkozhatott volna ezekkel az emberekkel, akit te belejössz a saját novelláidról ebbe a darabba. Nálad pedig motivumok vannak, meg néha mondatok vannak Tar Sándor, de nagyon sok saját motivum van és rengeteg saját mondat van. Tehát tulajdonképpen itt egy újra alkotásról, újra gondolásról van szó a te szöveged esetében. Ez csupán annak köszönhető, hogy valóban annyira megtalált, eltalált maga ez a világ, hogy nagyon hamar éreztem idézőjelben magaménak
hogy ezzel tudok azonosulni, és természetszerűen azt éreztem, hogy ezekkel a figurákkal színészként is, ezek játszható figurák, hát nyilván nem említettük még, de tömérdek humor van ezekben az írásokban, elképesztő mennyiségű, nyilván azért is mondtam ezt, hogy ismerősek ezek a figurák, és ennyi humorral és ennyi empátiával, szóval egyszerűen jutalomnak érzi az ember, hogy ilyen figurákkal foglalkoztat, mert természetesen leírva meg ott van a mélysége mindegyiknek, amelyik kihagyhatatlan, tehát olyan utakat lehet járni benne. Viszont önmagában, hogyha vissza lehet térni magára az írásokra, az nem véletlen, hogy mondjuk a Horváth Csaba vagy a Hajdú Szabolcs hozzányúl, mert mind a mellett, hogy nagyon pontos korképek ezek. Én már egy kicsit a következő generáció vagyok, én kevésbé tudom ezt a szocializmus felől látott társadalomkritikát megfogni, de ezek az emberek ma is hús-vér létező figurák. És az a kép, és nem véletlen használom a költőiséget, ez a novella költészetet, ahogyan lefesti ezt Tar Sándor, nem véletlen, hogy egy filmesben mást indít be egy fizikai színházzal foglalkozó emberben mást indít be, én bennem mást indít, de mindenkiben beindít valamit, annyi asszociációra ad lehetőséget, hogy egyszerűen az ember elkezd lubickolni benne, hogy mennyi mélysége van az empátia és a humor mellett ezeknek a figuráknak. Igen, itt annyit fűznék hozzá, hogy nagyon pontos, amiket mondtál, hogy tényleg ez van a műveiben, ez a három dolog, az empátia, a humor és a drámaiság, a közelhajolás az emberekhez. Ő nem értelmiségi közegben nőtt föl, és nem értelmiségi közegben érte le az életét. Kifejezetten idegenkedett a ilyenfajta irodalmi szereplésektől, mint ahol most ülünk például, tehát nem szerette a könyvbemutatóit, nem is nagyon vállalta. Viszont ezeket a figurákat, ugye Hajdú Sámsonban nőtt föl, és ezeket a figurákat onnan belülről ismerte, és ami nagyon fontos, hogy a nyelven keresztül ábrázolta őket, tehát az ő nyelvükön beszélt. Tehát nem leereszkedett, nem föntről valahonnan, vagy amilyen alkotói vagy írói pozícióból leírt figurákat, hanem közéjük valónak pozícionálta magát. Úgyhogy ezt olvastam, szerintem csak nagyon találó volt, hogy ő ezek közé, az emberek közé nem figuralesre járt, megélte őket, és ez nagyon fontos. Igen, és közöttük érezte jól magát. Tehát, hogy annyira ismerte belülről a mondataikat, hogy ez az ő beszédmódjuk, az ő sorsukat elmondó beszéd, azt emelte irodalommá. Tehát abszolút a nyelvi alapanyagot is tőlük vette. Miközben véletlen is akarja sajnáltatni a szereplőit, tehát annyira átlátja mindegyiknek a drámáját, illetve a drámai védségét is, hogy mind a kettőt föl tudja mutatni, és ettől lesznek valószínűleg nagyon elevenek és elfogadhatóak ezek. Gyilkos iróniája is tud lenni. Igen. De a kérdésemet azért kikerült, tehát most akkor határozottabban fogalmazom, hogy te azért szabadon bántál Tar Sándorra. Ja, abszolút, abszolút. Igen, teljes mértékben. Tehát azért mondtam, hogy próbáltam nem nagy szavakat használni, beengedtem, és azt éreztem, hogy engedi, az anyag engedi Tar Sándor, hogy ebből lehet más csinálni, vagy lehet szabadon használni. Hiszen amit mondtam, az továbbra is igaz, hogy asszociációkat, nagyon erős asszociációkat enged azon felül, hogy pontosan fog meg figurákat. Innentől kezdve egyszer csak én valóban használtam elemeket, ahogy valaki fogalmazott, amikor felmerült, hogy akkor tulajdonképpen mit írjunk ki, hogy hogyan kötődik Tar Sándorhoz. Ő azt mondta nekem, egy dramaturg, írjuk azt, hogy nyomokban Tar Sándor tartalmaz. Mert egyes jellemvonások, amik mélyen beültek, engedtem magamon át, és adtam néha általa férfinak írt jellemvonásokat nőknek, és aztán amit hozott, azt vittem tovább, tehát hogy valóban ilyen indító motorja volt ennek az előadásnak a Mi utcánk című regény, mindazonáltal, hogy azt nem én is akarom mondani, hogy nem ez az alapja, és nem ez a kiinduló pontja, mert ez nagyon fontos, és természetesen tisztelből is adódóan, hogy abszolút ez az induló pontja ennek az előadásnak, ami aztán végül megszületett. De valóban egyszer csak azt éreztem, hogy lehetek én az, aki tovább írom ezeket a figurákat.
Azért mondom most ezt, hogy ne is például a kérdéseimet, amelyek most következnek. Tehát én ezt egy jó szövetnek tartom, és egy jó előadásként emlékszem a debreceni előadásra, az Istentől falra festeni, de egy csomó mindenben teljesen más, mint Tarsán. Például az egyik alapvető különbség, hogy ahogyan én olvastam a Mi utcánkat, ott csupa magányos embert láttam, akik ha betérnek a kocsmába, akkor is egyedül vannak. Vagy hogyha beszélgetnek, akkor is egyedül vannak. Nálad meg közösségek vannak tulajdonképpen a kocsmában, együtt vannak. És a férfiak is alkotnak egy közösséget, majd a nők is alkotnak egy közösséget, aztán egymás ellen is mennek, de aztán végül is úgy együtt vannak, ez derül ki a végére. Tehát, hogy neked például egy erős élményed biztos a színháztól, hogy itt közösség van. A Tarsándornál, mert nem tudom, hogy jól látom-e, hogy csupa-csupa magányos bolyongót látunk a Mi utcánkban. Ez közben nagyon érdekes, mert ez a fajta, mégiscsak mondjuk ki, a boldogságnak ez a furcsa keresése vagy hajhászása, azért, hogy az ember ezt magában nem tudja megoldani, és néha ezt az is tudja emelni, hogyha azt látja, hogy a másiknak nem olyan jó az a saját boldogságát, ez is tehát a közösségi élmény az egy nagyon érdekes dolog, mert ez nem feltétlenül közös happeningekről és meetingekről szól, hanem annak a feltérképezésről, hogy hogyan lehet elviselhetően élni, akár úgy, ha azt látom, hogy a másiknak nem. Tehát ez egy fontos motív ma például az előadásnak, hogy mindig valaki mögött valamilyen módon nem véletlen, hogy egyszer csak ez egy alapvető ősi ösztönből a nőiség és a férfiúi létezés, egyszer a nőiség, mint az élethez, a női léthez való ragaszkodás a férfi oldalról, pedig ez a nagyon erősen anyagi kötődés, amiben a boldogságot próbálják aztán teljesen vakon keresni is. És hát aztán végül is az alkoholtartalmú italokhoz való vonzódás. Az egyáltalán nem is tehetett volna kihagyni természetesen. És hogy kicsit azt érzem, és ezt megint csak nem kritikaként mondtam, hanem jellemzőként mondom, hogy a te világod derűsebb, mint a Mi utcánknak a világa. Nem? Hogy látod ezt? Vagy én nekem tagadhatatlanul nagyon fontos is, amit mondtam, és valószínűleg közrejátszik a humor, elengedhetetlen. Tehát valószínűleg, ha egyébként Tarsándort nem csempészett volna ennyi humort ezekbe az írásokba, akkor ez egy fanyar, szomorú, talán nem is annyira fogyasztható sorsok lennének, mert csak a nyomoráról azért beszélni, az egy kicsit már az lenne, ami nem a kívülről látást, hanem a mutogatást. Látjátok, hogy milyen sorjú a sorsuk. És ez nagyon fontos, és nyilván az én jellememhez közel áll, hogy ezeket nagyon kihallom, ezeket a fanyar mondatokat, ezeket az egymásba csípéseket, amit ugyanakkor mégiscsak egy kicsit gogol, mik nevettek magatokon, nevettek. A közönség részéről azért szórakoztató és kívülállóként szórakoztató, de mondjuk színészileg azt tudom, hogy ezeket jó játszani, mert meg lehet élni a mélységét. Kicsit azt látom, hogy te egy kicsit rabbi szemüvegen keresztül látod a Tarsándor figurákat, nem? Lehetséges, lehet, de szeretem ezt a formát. Azért mondom, hogy kinek mi, én nekem azon túl, hogy mégiscsak aztán elengedtem, hogy ez nem egy Tarsándor adaptáció lesz, hanem hagytam magamat tovább menni benne. Másnak más ez Hajdú Szabosnak, és más ez Horváth Csabának. De valószínűleg ez nem az én érdem, hanem a Tarsándor sokrétűségét mutatja inkább. És tehát én még egyszer mondom, hogy ezt remek szövegnek és jó előadásnak tartom, hogy nem lett ennek folytatása, nem írtad meg a következő Tarsándor darabodat? Mivel ettől függetlenül írónak nem tartom magam, foglalkozom írással, de továbbra is a színház érdekel. Ezért különböző lépcsőfokokon haladok keresztül, tovább léptem a személyes jellegű írásokig. Történetesen, hogy a feleségem, aki szintén színésznő is, és mikor a kisbabáink születtek, két gyermekünk van, akkor mind a kettőknek a születéséről írtam egy előadást neki. Egyrésztről, mert nagyon sekélyes a terhes nők száma a világirodalomban, akiket el lehetne játszani, ezért ezt az előadást még 8,5 hónaposan is tudta játszani. Másrésztről az egy új felfedezése volt a világnak, egy nagyon érdekes dolog volt, hogy sok esetben például a várandóságot még mindig betegségnek kezelik. És nem is csak orvos szinten, hanem úgy élik meg családon belül. Egy csomó olyan dologgal találkoztunk, ami problémaként merült föl, de azt éreztük, hogy nem probléma, és
szintén sok humorral és iróniával elkezdtünk erről beszélni, és két előadás született belőle. Illetve aztán egy újabb lépés volt például más író kapcsán is, ez egy felkérésből jött Szabó Magda életéről. Jött egy megkeresés, hogy szeretnének egy előadást, ami nem a darabjairól és nem darabok dramatizálásról, hanem kifejezetten Szabó Magdáról. Ezért ott például szintén a feleségemmel nekiálltunk egy kutatómunkába, ahol levelezéseikből, meg a naplóikból, Liber Mortisból összeállítottunk egy egyébként szintén párbeszédes, tehát nem narratív és nem napló részteket felolvasó, hanem Szabotka Tibor és Szabó Magda életéről szóló párbeszéd és színházi előadást csinálni. Engem ez a része érdekel és indult a színháznak. Az egyik alapvető kérdést természetesen nem tettem fel az elején, mert ezt mindannyian evidenciálnak tekintjük, hogy van-e helye Tar Sándornak a színpadon. És én azért tekintem evidenciának, mert akár a te országodra, akár az István, a Parra Festen, vagy a többi darabban is azt gondolom, hogy egy Tar Sándor előadás kapcsán esetleg olyan emberekhez is eljuthatnak a Tar Sándor művek, akik korábban nem találkoztak vele, tehát tulajdonképpen a színház egyfajta felfedezés lehetőségét teremti meg Tar Sándor művei, vagy a Tar Sándor világa számára. Nem tudom, ti is tapasztaltátok ezt, hogy emberek tulajdonképpen az előadásokon keresztül találkoznak először ezzel a próza világgal? Én magam részéről nagyon erősen, tehát már csak azért is, mert 2015 decemberében volt a bemutatója a Trafóban a Tarországodnak, és 4 évig volt műsorod, tehát hogy az, hogy olyan érdeklődés mutatkozik, és azért is nagyon örülök ennek, hogy többen és pont egy időben dolgoztunk talszövegekkel, mert mint hogyha a íróként való elfeledettsége, vagy elhomályosulása, az most a színházon keresztül jönne vissza. Milyen érdekes egyébként, hogy ugye Földelki Móránk, hogy említette, aki debreceni, Hajdu Szabolcs, akinek szintén kötődése van, itt szintén, vagyok én, aki szintén. Szóval, hogy azért nem tudom, hogy kell ez, de én szerintem, ha ennek bármilyen futárai lehetünk, akkor nagyon szívesen vállaljuk. Hangsúlyozom, szerintem nem csak színpadon, tehát valóban egy olyan világa van Tar Sándornak, amit nem csak színpadon keresztül, de hogyha ezáltal kezdik el olvasni, az szerintem nagyon fel. És ezért nagyon fontos, most ne figyelj ide, mert szembe fogok dicsérni, hogy ezért nagyon fontos, hogy kötetbe kiadtátok ezt a 4 művet, mert ez is irányított egy kis fényt a tartózának a elfeledettségére, vagy hát a háttérbe szorulására, vagy hogy mondjam így, a népszerűség vesztésére. Amit mindenképpen meg akartam kérdezni tőled, mert amikor az előszót írtam, akkor erről nem tudtam semmit. Csak a Mi utcánkat olvastam akkor éppen, és ott figyeltem volt-e valamilyen közel Tar Sándornak a színházhoz? A Mi utcánkban 3-szor fordul elő a színház szó, 2-szer úgy, hogy nem jár színházba, és 1-szer úgy, hogy megígérte, de nem vitte el a színházban. Tehát, hogy neki volt-e valamilyen közel a színházhoz? Nem tudom semmit. Tehát nem is járt, nem is érdekelte? Nem. Mint hogy irodalmi estekre se járt, sajátjaira se, másjaira se, úgy nem járt színházba. Azt viszont nem olvastam, mert hogy a Szürkegalamban sok debreceni helyszín előfordul a Sárgottámban, nem tudom, a színház előfordul benne? Ezt újra kell olvasni, hogy mit helyszín. Kaptunk segítséget, hogy nem. Tehát, hogy ilyen értelemben akkor tulajdonképpen Tar Sándor most megérkezett a színházba is. Igen. Hölgyeim és uraim! Akár a könyvvel kapcsolatban, akár személyesen a két megjelent szerzővel kapcsolatban, bármifajta kérdés, megjegyzés, észrevétel, szívesen veszük a hozzászólásokat. De a hallgatást is. Nem tudom, ismerik ezeket a darabokat? Látták a te országodat? Olvasták? Igen, ezt a Horváth Csabás előadást. Ajánlok egy másik Horváth Csabás előadást is, az El valahová című előadást, ami még most is látható a Trafóban, februárban is lesz talán 11-én, ami szintén Tar Sándor szövegek, meg egy Monteverdi opera
alapján készült, tehát nagyon, az is nagyon izgalmas, hogy hogyan tud Tar Sándor és Monteverdi találkozni egymással. Parancsoljon! Igen. Csak azért hozom a mikrofon. Mert szerintem elég jó hangom van. Jó, de azért közel hiszem, hogy... Volt még egy sufni előadás két éve bemutatója, a Bihari. Emléke, ugye, talán nem, én nem szeretnék róla beszélni, tehát nem én vagyok. De ugye róla az NDK évekről, ha jól tudom, és utána pont még a magányos évek is benne vannak. Talán Mészáros Béla játszotta, vagy ő volt a partner valami. Még játsszák is. Még a... Te láttad a Biharit? Nem. És olvastad? Nem is olvastad? Nem. Mert tulajdonképpen egy illetékes tőle, aki egy kicsit közelebbről ismeri Tar Sándort, én szeretném egyszer megkérdezni, hogy ez mennyire rajzol hiteles képet tulajdonképpen a személyiségéről, mert nem véletlenül nincs Tar Sándor kiírva, de mégiscsak az az előadásnak a mottoja vagy a szándéka, hogy tulajdonképpen Tar Sándor mögé, vagy az ügynök múlt mögé engedjen bepillantást. Parancsolj, Lökös Ildikó! Szóval, de akkor már itt kérdezzek, hogy a Nemesi Miklós. Igen. És hát vele beszélgettem, és azért ő elég komoly kutatás, személyesen ismerte a Tar. Tehát, hogy ezt a darabot ő megírja, akkor kicsit a Tar élete volt, ami ütlető volt számára. Nyilván nem akarta egy az egybe követni, de hát nagyon erősen erre törekedett. Nagyon érdekes egyébként ennek a darabnak a születés, illetve a Nemesinek, ahogy elkezdődött a darabot, egymás után így három teljesen különböző drámát írt, egy ilyen meseszerű dolgot, akkor egy ilyen krimi paródiát, és ezt azóta soha nem írt drámát. De pont ki akarta próbálni, hogy három fajtát ír, és ezt egy ilyen drámát szánta. Aha. Tehát ő tudatosan törekedett arra, és egy személyes ismerettség, meg az öngyilkosság, meg ezek nagyon megérítették, és egy emléket szeretett volna állítani a Tar Sándornak. Úgyhogy az előbb, amikor mondtad, hogy kérdezünk, pont ezen gondolkodtam, hogy megkérdezem, hogy ezzel nem gondolkodtatok, hogy bekerüljön a kötetbe, mert nem Tar Sándor, hanem, és hogy a másik Horváth Csaba. Tehát ezt magamban megbeszéltem, hogy nyilván egy Horváth Csaba elég egy ilyen kötetbe, de én is nagyon érdekes, hogy tartom a másik szövegét is. Nagyon köszönöm a kérdést. Nagyon hosszasan gondolkodtunk, hogy a Bihari című darabot beválogassuk, de végül is arra jutottunk, hogy egyrészt mi nem ismerjük olyan mélyen Tar Sándor személyét, személyiségét, tulajdonképpen személyes történetét, mert hogyha most itt szerepel ez a darab, akkor pont az történik, hogy megpróbáljuk az írói nagyságot és az emberi személyiséget valamilyen módon összekapcsolni, miközben valószínűleg mi is abból az alapfeltevésből indultunk ki, amit Tibor is mondott, vagy amit beszéltünk, hogy az emberi nagyság és az írói nagyság az nem feltétlenül áll kapcsolatban egymással. Tehát, hogy ilyen értelemben azt gondoltuk, hogy olyan darabokat keresünk, ami inkább a Tar Sándor világot éltetik tovább, vagy viszik tovább. És nagyon sokat gondolkodtunk a két Horváth Csaba szövegen is, tehát elkértük tőle a Mi utcánknak a szövegkönyvét is, meg az El Valahova szövegkönyvét is, azt nagyon sokáig kacérkodtunk azzal, hogy az El Valahova milyen jó lenne, hogyha megjelenne itt. De végül is arra jutottunk, hogy az El Valahova, meg a Mi utcánk, amit a Horváth Csaba és a Földe Áki Nóra csinált, az tulajdonképpen csak szövegkollás, tehát tars szövegek vannak egy jó szerkezetben összekapcsolva egymással, így pedig tulajdonképpen olyan darabok kerültek be a kötetbe, amelyek újraalkotást jelentenek. De még nem tettünk le róla, hogy valamilyen formában ezekkel is foglalkozzunk valóban. És a másik, amit szerettünk volna elkerülni, hogy ez egy Horváth Csaba kötet legyen, mert hogy Horváth Csabának valóban azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van abban, hogy Tar Sándor a színpadon elkezdett élni, de mások is szeretik Tar Sándort, Mészáros Tibor. Másik, hogy talán érdemes elmondani azt az anekdotát, amit az előszó megírása után értesültem róla, hogy az első Tar Sándor előadás 2011-ben, tehát itt a kötetben sajnos az szerepel, hogy Horváth Csaba csinált az első Tar Sándor előadást, nem igaz, az első Tar Sándor előadás 2011-ben Sepsi Szentgyörgyön az M-stúdió mutatta be, Rácz Attila rendezésében,
a Mi utcánk alapján készült, és annak is talán az interneten is elérhető a szövegkönyve. De ezt a kötet lezárása, sőt kinyomtatása után tudtuk meg, amit nagyon sajnálom. Sőt, utána Rácz Attilával beszélgetve, és ez már tényleg anekdota, az első Tarr Sándor adaptáció ötlete 1996-ban merült fel, amikor frissen megjelent a Mi utcánk, és a Hajdú Szabolcs és a Rácz Attila együtt hordták a Maltert, hogy a Mátyás utcában megépítsék a Stúdiókának a pincehelyiségét, ahol a Stúdiókán nagyon sokáig működött, és azt mondták, hogy kellene a Tarr Sándorból, a Mi utcánkból csinálni egy előadást, csak akkor még egy más világ volt, mert akkor még színházabb vagy drámaibb darabokat játszottak a színházban, és a többiek azt mondták, hogy hát hogy lehetne ebből előadást csinálni, tehát még akkor ez a szövegközpontú vagy másfajta nyelvet beszélő színház, és a Rácz Attila is 96-tól 11 az hány év? Tehát 15 évet várt, hogy végül is maga is csináljon egy előadást Tarr Sándorból, M Studio, Gyergyőszent Miklós. Még eszembe jutott. A Sufniba csináltad a Sufniba, a Katona Sufniába, talán ezt még mindig játszol. Bán János csinált egy Tarr Sándor. Igen, igen. Ugye ő monodrámát csinálta meg a... Ott is szerintem több novella volt egybefüggő, emlékszem. De az is egy olyan időszak volt, amikor itt felhívta Tarr Sándorra a figyelmet. De szerintem akkor az is egy tett volt. Most még a Biharira visszatérve, hogy talán ez nem a Tarr Sándor életéről szól, a cím is erről tudom, ugye, mert az ő fedőnök, hanem ez az egész 3x3-as, ugye a besúgások. Tehát az nyilván ilyenkor mindig érdekes, hogy egy ismert ember asszociálhatok mögé, de igazán ez inkább az ügynök rendszerről szólt, és akkor igen, nagyon nem kikerülhető, nem kikerülhető egyébként. Nem kikerülhető, de hogyha ebbe a kötetbe gondolkodok, akkor valóban itt nem lenne helye ebbe a kötetbe. Mert hogy azt hiszem a YouTube-on meg lehet nézni, amit Máté Gábor az előadás rendezője egyszer beszélt nyílt fórumon hosszabb erről a szövegről, hogy ő kiválasztotta, és ő is valóban ezért, mert akkor ez hirtelen nagyon sok ilyen darab kezdettel fog, akkor készült a Cserhalmi Sára filmje is, ami ott a Bódit lehetnek sejteni, de hát ezek nem attól érdekesek, hogy sejtesz mögé valamit, nyilván ez az egy stíket az egésznek, hanem hogy beszélünk ezekről, meg a forgács az is könnyű, és akkor jelen lenni. Igen. Tehát ez volt egy ilyen időszak, most is kéne még tartani, de mostán már nem. Igen. Hát köszönjük szépen a kérdést, hogy egy kicsit a kiadó műhely titkaiba is bepillanthattunk, nagyon izgalmasak ezek is. Van-e még valami megjegyzés, kérdés? Hát reméljük a folytatást, tehát Mi utcánk már az nincs színpadon, az mennyit két évadot. Két évadot ment. Tibor mondta, hogy akkor 4 évadot ment a Te országod című. Hát ezek, nem tudom, van róla videó? Tehát ezek megnézhetők? Talán a Horváth Csaba előadásról is. Igen. Hol lehetett benne? Jó, ezt most egy picit lehet, hogy elhamarkodtam, mondtam, mert nekem van belőle egy, de igen, most körbe tudunk jól egy osztat, de azt nem tudom, hogy nyilvános lett-e, lehet, hogy ezt csak az archívumból kaptam meg. De majd rákérdezik. Kapcsolódási nem lehet felvenni, amit el? Hát nyilván a színes saját, tehát igen, ezek mindig ilyen kényes dolgok. Bonyolult a jogi, mert Tarr Sándornak is vannak örökösei. Igen, tehát nem csak ott azon, nem csak a színházon múlik. És a színháznak is vannak az előadáshoz kapcsolódó jogai, tehát hogy hiába ők maguk rögzítették, tehát azért nem teszik a legtöbb előadást nyilvánossá, de hát ez is egy hiány, hogy tulajdonképpen egy csomó olyan előadás van, amit érdemes lenne valamilyen formában, akár zárt csatornákon tovább éltetni, hogy ezek elérhetők legyenek, akár oktatási szempontok. Egyébként egy nagyon jó ötlet, de tényleg, már most nem hagyom belemegyek hiszem, hogy beszélni, de hogy valóban, mert sok esetben van, de ha csak a munkánkat nézzük, akár abból, hogy valamit keresünk, vagy valamilyen, akármilyen kutató munka bármihez is, hogy nem elérhető, csak hallja az ember, hogy volt az az előadás volt, és nem nincsen hozzáfogott, hogy nagyon, nagyon jó lenne egy ilyen tár, vagy archív, vagy nem tudom mi, ahol ezeket lehetne
Igen, de a legtöbb... Hiszen azért vicces, bocsánat, mert egyébként megvan. Mert minden színháznak megvan kötelező archiválásból az összes előadás, tehát ezek elméletileg még mai napig elérhető lenne minden egyes előadás. De valószínűleg a legtöbb helyzetben azért nem elérhetők, mert felgöngyölíthetetlen bonyolultak a szerzőjogi problémák itt. De ezzel majd gondolkodni fogunk esetleg majd egyszer ilyen platformot létrehozni, mondjuk a Színház Intézettel, hiszen alapvetően sok előadás. Sok előadásra be lehet oda jelentkezni és meg lehet nézni, de a Színházi Intézet és amit a színházak felvesznek és őriznek, azok nem teljesen azonos archívum, tehát hogy nincsen egy ilyen rendszerű gyűjtés, hogy minden színház szolgáltassa be a saját maga által felvett előadásokat, miközben milyen egyszerű lenne, hogyha a könyveket be kell szolgáltatni az OSK-nak, akkor a, miért nem egy digitális felvételt, miért nem kell beszolgáltatni a Színház Intézetnek? Elvileg kötelező, bocsánat, hogy a szabadba vágok, mert amikor pályázol, akkor kell a Színház Intézetről egy igazolás, hogy a színház ezeket beküldhet. Tehát azt tudom, hogy mint a játékszínű és tavaly, és tavaly is kellett hozni az igazolás, és akkor adták ki, amikor beküldtük ezeket. Majd rákérdezünk közigazgatóra. Igen, rá kell kérdezni, mert tényleg a pályázatokhoz mindenképp kell, hogy ott elküldjük. Szóval, hogy igazolják, hogy beküldjük. Köszönjük szépen! Akkor ezen a területen is dolgozni fogunk tovább. Köszönjük mindenkinek, aki itt volt a beszélgetésen, érdeklődött két szerző és a kötet iránt, és további jó munkát kívánok mindenkinek. Köszönjük.